Sziasztok, szejkolisták! Egy új szerkezettel jöttem, a ma esti újdonság érkezik videóba, amely szerkezethez 4 új cikkszám tartozik, az egyik közülük pedig egy 100 éves évfordulós kiadás. Remélem kellően elbonyolítottam a számokat. Én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Szejko Butik Budapest YouTube csatornája. Az elmúlt hetekben már az újdonság érkezik videóban szó esett arról, hogy az idei évnek mely zászlós modellei lesznek a Prospex és a Presage kollekcióból, a ma esti videó pedig az Asron család megújult sorozatáról fog szólni. 2012-ben jelent meg az első Asron GPS szoláros technológiával rendelkező óránk, és azóta töretlenül folyamatosan fejlődik ezekhez az órákhoz tartozó szerkezetek. Az elején talán egy kicsit gyorsabb ütemben, most az elmúlt években viszonylag stabilan az 5X53-as uralta a választékot, illetve hozzá kiegészítésképpen megjelentek a 3X-es, letisztultabb számlappal rendelkező Asron modellek is. 2024-ben azonban jön egy újabb szerkezet, amire mondhatjuk azt, hogy teljesen új, hiszen alapjaiban újra tervezték, 5X83-as lesz a kódja. Azonban két korábbi szerkezet, az Asronnak a kronográfos és a dual time-os változatát ötvözték ebben a modellben, így nem meglepő, hogy ennek az új 5X83-as szerkezetnek dual time kronográf lesz a neve, úgyhogy ha most valaki meg szeretné mondani, hogy hogy hívják ezeket az új modelleket, akkor azt kell mondania, hogy Seiko Asron GPS Solar Dual Time Kronográf órán van a csuklómon. Nem lesz egyszerű, de a logika alapján azért végig lehet mondani. Három modell, hagyományosabb, folyamatosan gyártásban levő modell lesz, méghozzá ez az SSH150-es cikkszámú sorozathoz fognak tartozni. A 151, 153 és a 155-ös lesz az, ami folyamatosan gyártásban lesz a következő időszakban, és egy kicsi ugrással a 156-os lesz az, ami Kintaro Hattori kiadásként fog megjelenni, és ez a modell lesz a limitált kiadás ezek közül. Ahogy a képeken láthatjátok, ennek a Dual Time kronográf szerkezetnek a segédszámlapjai 90 fokban egy picit elfordultak az eddigi 5X53-as modellekhez képest, tehát korábban a 3, a 6 és a 9 óránál voltak a segédszámlapok, most pedig a 6, 9 és a 12-nél lesznek ezek megtalálhatóak. Ugyanúgy, ahogy a korábbinál is, 6 óránál van a dual time, tehát a másik időzónának a mutatói, ugyanúgy hasonlóan, de egy kicsit más elrendezésben a 9 óránál lehet leolvasni azt, hogy a hétnek melyik napja van, milyen töltöttségű az óra, illetve azt is, hogy az óra éppen repülési üzemmódban van-e vagy nincsen, és a 12 óránál lesz a másodperc mutatónak a tört részeit mérő segédszámlap, ez pedig ugye 1/20 másodperc pontossággal fog mérni. Ahogy szintén a képeken láthatjátok, a segédszámlapok között egy hosszirányú, függőleges mintázat jelenik meg, és egyedül a Kintaro Hattori kiadás a 156-os lesz ettől eltérő, ott pedig sugárirányba futnak ezek a vonalak középről, a középpontból kifelé. Talán ebből a szempontból ez egy picit izgalmasabb, de hogyha az izgalmát akarjuk fokozni, akkor mindenképpen a rámáig kell elfutni, hiszen ez egy olyan kiadás lesz, ahogy itt a részletekben láthatjátok, hogy nagyon sok apró síkból fog összeállni, és itt utalok vissza talán a 3-4 évvel korábbi Kintaro 6. kiadásra, amikor is 16 dekádot jellemezte az a 16 sík felület, ami a rámán megjelent, már akkor is nekem ez nagyon tetszett, illetve talán egy korábbi videóban láthattátok, hogy az SSE 021-es modellünknek is például ilyen szögletes rámája van, azonban ez a modellnek ez a nagyon apró síkjai kimondottan jó fényjátékot hozhatnak majd az ember csuklójára, hiszen az biztos, hogy mindegyik síkra fog valamikor egy olyan fény esni, amely tükröződni fog rajta, és ezáltal egy picit világítani fog, szembe például a kör alakkal, amikor ez egy sokkal vékonyabb csíkban látható ez a tükröződés. Hogyha a Kintaro Hattori modellnél maradunk, akkor ugye ez a modell fekete, vagy fekete bevonatos fémszíjjal, fekete tokkal fog készülni, és ahogy a korábbi Kintaro Hattori kiadáson is volt, ennél a modellnél is,
arany betétek találhatóak meg. Ezek mind megtaláltak a mutatókon, mind pedig a segédköröknek a karimáján, illetve az órának a nyomógombjain és a koronának a külső részén. Hogyha visszajövünk a hagyományos modellekhez, akkor pedig ott a különbséget abban kell keresni, hogy az első két cikkszám, a 151-es és a 153-as, az kék számlappal, illetve egy világos számlappal fog készülni, mind a kettő titán tokkal, titán csattal, de mégis egy világosabb változatban, a 155-ös, ő pedig egy sötét, fekete PVD bevonatos tokban és fémszíjjal, és ennek megfelelően egy sötét számlappal is. Ezek a különbségek árban is meg fognak jelenni. A nem PVD bevonatos órák, tehát az első két cikkszám az 1.030.000 forintba fog kerülni. Folyamatosan gyártásban levő 155-ösnek az ára 1.110.000 forint lesz. A Kintaro Hattori kiadás pedig, amelyik limitált kiadásban jelenik meg, és egyébként a díszdobozában még egy extra erősített szilikon szíj is majd megtalálható lesz, az ő ára pedig 1.580.000 forintba fog kerülni. Mind a négy modell hamarosan már a boltokban lesz, várhatóan ez a nyár elejére, júniusra datálódik, de addig is, hogyha ezzel kapcsolatban kérdésetek merül fel, akkor írjátok meg vagy a videó alatt, vagy pedig a butikba a kollégáknál, érdeklődjetek, esetleg azoknál a partnereinknél szintén, akik ország szerte ezeket az asztronórákat forgalmazhatják. További információkért látogassatok el a seikobutik.hu weboldalára. Én azt javaslom, hogy első körben a hírt olvassátok el az aktualitások között, és innen egyenesen link vezet tovább az adott modellnek a terméklapjára. Itt megtaláljátok az összes részletes információt és műszaki leírást róla. Ha mégis maradnak kérdésetek, vagy már most van bennetek, akkor ne tartsátok vissza, írjátok meg itt a videó alatt, vagy küldjétek el akár e-mailben is a butiknak az infokukat seikobutik.hu címre, és igyekszünk minél hamarabb válaszolni rá. Ha erőtökből még futja, akkor pedig írjátok meg a véleményeteket itt rögtön a videó alatt, igyekszem a premierben is itt lenni, és azonnal válaszolni a kérdésetekre. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, ennyi volt már az Újdonság érkezik videó, legközelebb pénteken találkozunk a szokásos esti 7 órás időpontban. Ha tetszett ez a mai kiadás, akkor nyomjatok egy lájkot, ha eddig nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a Seiko Butik Budapest YouTube csatornájára, és a kis harangot, ha megnyomjátok, akkor a YouTube-tól is kaphattok értesítést a következő videó megjelenésekor. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!